Lányok úgy döntöttek, hogy én kérdeztem meg a kiállításnak a megnyitóján, mivel azt mondták, hogy én hitelesen vagyok. Tehát, hogy nem tudom, mennyire vagyok én hiteles, vagy nem. Ha van hiteled? Igen. Akkor hiteles vagy. Elég a művész hiteles. Igen. Jó, az művésznek lenni, vagyis én úgy tartom, hogy én csak művészkedek. Béla tényleg művész. Szerintem ritkák azok az emberek, akik igazán művészek. Ez az kell, hogy az életük egyé váljon a munkájukkal. Van egy pár ember, akinek ez sikerül, szerintem Bélának sikerül. A jó úton tart ez ebben az irányban. Megmerném reszkírozni azt, hogy összehasonlítsa a Van Goghra, meg akár Csontváli vagy. Neki volt szerintem hasonló a sorosuk, mint a tiéd. Volt itt egy pillanat, amikor valaki dicsért, és te azt mondtad, hogy mit tehetnék, már dolgozott. Tehát, hogy ez a nagyon sok munka, ez olyan, én úgy érzem kicsit, hogy te a munkáid által kezdtél el kommunikálni a külvilággal. Én nem tudom, hogy így van. Hogy ez egy elég speciális kommunikációs forma. Nem beszélsz, festesz, rajzolsz. És ez érződik a munkáid. Úgy érzem, hogy ezek a figuráid olyan picit olyanok, mint a nagyon hasonlítanak a hieroglifákhoz. Valamiért van egy ilyen érzésem, hogy jelbeszéd, mert próbálsz beszélni hozzánk. Sokkal többet nem tudok ehhez hozzátenni, nem vagyok a beszéd embere, de úgy érzem, hogy szerencsések vagyunk, hogy megismerhetünk téged. Mi vagyunk a szerencsések, hogy eredezzük, itt lehetünk most, hogy ilyen szép kiállítást összeraktunk. Sensing its power, sighing.